érkezik itt Arisztotelész, New Bay, Fatime, Rapport és Arabika. Ők még nem voltak itt a téli pályán, és ezt is megszokják. Egy friss nyerőnk, Arisztotelész vezeti a brigádot. Ugye ügyeske volt, szépen nyert. Gyerekek itt iskolába hancúroznak, hát így van. Megszokják a lovak, ha nem szaladnak ide ezzel a kerítéshez. Anya, kényelmes kentre haza. Fini, jön a Milán, tudod, a Egon csődire. Itt kizaboltam, rend. Ki kérdezte? De megbeszéltem már vele a kövér sárgát. Köszni, Kike, hogy voltál, vagy még. Innen már mehetsz is haza. Hát jó, hát mindenkinek. Arabika, na, hogy bírod a betont? Jó, el lesz. Szokják ezt is, kell ez is. Ahogy érzitek. Niki, az önitatóját nézd meg, ha bementél. Igen. Nem hinném, de nézd meg. Igen, ment két-három erősebbet egy picit. Bántva azért nem volt, de még lehet, hogy arrébb van. Hát mutatják magukat ilyenkor. Ezt mondom Egonéknak is mindig, hogy hogy érzi magát a ló verseny után, erős munka után. Mennyit kérhetsz tőle? Kicsit visszavenni, vagy lehet rátenni. Mutatják ők, nem kicsit. Hú, már jön ez a olajfa illat, de imádom. Istenem. Ügyessek, lejöttek, és innen tűzök is haza, tudom, hogy miért. Kata! Itt minden rendben van, be kell önteni neki az ebédet is, bezárni az ajtót, jó? Figyeltél? Katának mondtam. Annak beöntöttem. A Lisztinek beöntöttem, ő neki elfelejtettem, de ott van oda készítve vacsora, minden. Van, kizaboltam. Estit kikészítettem. Szénát behordtam. Igazából mondom, a Arabikának kell beönteni az ebédet. A Lisztinek, ahogy kiért abban a pillanatban, beöntöttem. Vacsora ott nekik. Széna bekészítve, föllocsolva. Egyszer a Pali lecseszett, hogy ki volt az a hülye. Tényleg ott voltak a papírzsákok, és ott ki volt öntve víz, illetve ilyen porra ráöntve valami. Na mindegy, igen. De most nem volt semmi olyan, meg eleve nejlonzsák, meg annyit nem is öntettem, inkább a placra. Egy kicsit felfrissüljön. Az se jó. Amikor hőgutába fellocsolják, és rosszabb az ilyen párás meleg. Ugye párolog, és rosszabb neki. Száraz hideg, száraz meleg. Nem osztom itt a vét. Osztom. Jó. Innen megyek haza, és remegve várok valamit, hogy remegve sikerül-e, vagy nem valami. Én tudom. Nem, hát teljesen idegeim. Ki mondták a szolgálatot. Milánka tudja a melót, kijön ügetőre, körbekentrézik, átjön ide, itt is körbekentrézik. Kész, lemosni, finito. Na, megy is föl szerintem. Lovat nem hagytunk, ki csináltuk. Kriszék jönnek kövérsárgára. Árvalán. Gyönyörű. Rengeteg van. És mondom, hogy nem várom meg Katáit, míg beérnek, még innen besétálnak, az jó ide, hanem egyből megyek haza. Katának már egy van, hazaviszi Arabikát, és bezárni az istállót. Ennyi. Mondom, rendben van. Amik a legfontosabb, megvan nekik, bekészítve is megvan nekik, úgyhogy jó.
szerdán daráltam Árpád, akkor még mára kell lenni. Ugye szerda volt, kett szerda csütörtök, igen. Még mára kell, hogy legyen. Na, érkezik is a kis brigád. Igen, még a kis óvodások nem voltak még itt. Sem Arabika, sem Fatima, sem Nyubé. Nem biztos raport sem. Más nekik, agyacskájuknak egy kicsit. Tudom, mélyebb, homok, nincs vész. Nem baj ez. Kicsit másabb nekik, mint ugyanaz a szintetikus örökké. Meg annyira is. Viszti, raport, Nyubé. Arabika. És Fatime, drága. Drága Nikinkkel. Jó néz ez ki, csak néha úgy látom, hogy nem néz ki, vékonyabb, mert mindig ilyen izé vagyok. Vékony, másnap, vagy kövér. Na. Jó volt. Amúgy is változnak, különben hihetetlen módon. Na jó, nekem ennyi mára. Innen ezerrel, amennyire a méhomok engedi. Motorommal tűzök haza. Pusz mindenkinek.